Mióta együtt vagyunk ketten, a gondnak búcsút mondtunk végleg. A bogárkaland a Szabadművelődés házában landolt a gyermekfarsangon. A kultúrházak éjjel-nappal programsorozat szervezői a mulatságok utolsó hétvégéjén sem adták a láb. Az idei esztendőben a kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozat sajátosan egybeesik a farsanggal, így aztán nem volt mit tenni. Farsangot kellett rendezni, de természetesen szeretnénk, hogyha ez egy kicsit tágabb körben értelmezhető lenne. Úgyhogy kezdünk egy interaktív gyerekelőadással, utána kézműveskedünk, a gyerekek karneváli hangulatban fels alá járkálhatnak jelmezeikben, sőt a felnőttek is reméljük, de közben már várjuk a családokat, akik számára a csillagdánk nyitva áll, és akár egész éjszaka kémlelhetik az égi jelenségeket. Az interaktív bogárka után ellátogathattunk egy hamisítatlan nyugdíjas találkozóra is, hogy aztán felejthetetlen pillanatokat tölthessünk el a farsangi jelmezekbe öltözött szereplőkkel. Azért ezt a jelmezt választottam, mert a pályámat is efelé szeretném fordítani, és ebben a szakmában szeretnék dolgozni, mint stewardess. Nagyon szeretem a repülőket, az emberekkel is nagyon szeretek foglalkozni. A megerősítés nem más, mint hogy idén is szabad művelődési házba járni, és a farsang napjait együtt tölteni.